Mozgalmas bajnok éve volt Kiskároly futballtrénernek, aki előbb az első forduló után elhagyta az élvonalbeli Paksi kispadot, hogy aztán az MB2-ben tök utolsó szolnokére üljön le, tavasszal felhozva a csapatot a hatodik helyig. Így osztályozott játszottak az egycsoportos új MB2-ért, ahol otthon egy tízes szórtak, a vezetőedző új klubjánál is, csak magyar játékosokkal dolgozik, kismester már is a vendég. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! É, hát az az első, ugye ennek az idei foci szezonnak az első váratlan meglepetése volt az első fordulóban elhagyott Paksi kispad. Egy pillanatig nem bánta meg, hogy akkor felállt? Így utólag is azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Talán, hogyha okosabb vagyok, akkor előbb megteszem. Tehát nem vártam volna meg az első fordulót de akkor még reménykedtem, hogy olyan irányba mennek el a dolgok, ami számomra is elfogadható. Uh -huh. Az azt jelenti, hogy akkor már a nyári felkészülés alatt így utólag okoskodva ki kellett volna szállni? Hát igen, és talán akkor az előnyösebb lett volna számomra is, hiszen akkor lehet, hogy első osztályból több ajánlatom is lett volna, bár így is volt, akkor el tudtam volna menni talán olyan csapathoz, ami mindig nagy vágyam volt, vagy még nagy vágyam is, így viszont nem sikerült, mert kivártam. Na várj, ott... van, egy ilyen konkrét csapat. Hát igen, de erről most nem beszélnék, mint hogy máskor se tettem meg, amikor legutóbb voltam. De van, de van egy nagy vágy még. Igen. Van egy nagy vágy, és ez nem a Dunántúlon van. Hát nem. Ja, többet nem foggatózok. Fag viszont ugye hasonló meglepetés volt, amikor elvállalta azt az akkor teljesen utolsó mb 2 Ezt, amikor elkezdett kezdeni összerázni a társaságot menet közben, ezt se bánta meg egy percig se? Nem, de be kell, hogy valljam, hogy azért voltak kétségeim, hogy sikerül ez a dolog, bár az edzőnek mindig bízni kell, de nem csak a kötelező optimizmus miatt, hanem át kell, hogy ragadjon a csapatra is az a, a eltökéltség, hogy meg tudjuk ezt csinálni, de közben azért volt egyszer-kétszer bennem kétség, hogy vajon sikerülhet, új csapatot kellett építeni, régieket összerakni az újakkal, tehát nem volt egy könnyű dolog. Tehát sok buktatója volt, ráadásul azt tudni kell, hogy lentről játszani az mindig nagyon nehéz, még egy jó csapatnak is. Mi volt a remény alapja, hogy mégiscsak sikerülni fog? Én bíztam abban, hogy egy ütőképes csapatot tudok összerakni. Ismertem több játékost, akivel dolgoztam régebben Szolnokon, illetve itt Földi Sándor úr vezérletével úgy tudtunk igazolni, hogy azért bíztam benne, hogy ezek a játékosok, akik azért többnyire be kell, hogy vajon első jöttek, olyan teljesítményt tudnak majd nyújtani, ami elég lehet, ahhoz, hogy legalább osztályozót játszunk, hiszen 7 pont hátrányunk volt, és 16 ok voltunk, és csak a 8 tól lehetett osztályozót játszani. Tehát ez nagyon fontos volt, hogy gyűjtőképes csapat alakuljon ki, illetve igyekeztem olyan játékosokat leigazolni, és a számomra biztató volt, hogy sikerült, akik tapasztaltak, illetve elővettem szólnokon is olyan játékosokat, akikre tudtam, hogyha bemelegszik a helyzet, hiszen elejétől végig azért meleg volt ez a szituáció, akkor ők majd a tapasztalattal tudnak nekem segíteni. Tehát akkor igazából olyan játékosokat keresett, amely játékosokat nem találtak mondjuk Sopronban vagy Szegeden, ahol meg mind a két edző, akik elbukták az osztályozót, pedig torony magas esélyesek voltak, arra panaszkodott, hogy mentális rendszer nem értették, hogy, hogy mi történik döntő pillanatokban a játékosaikkal. Igen, ez így van. Szerintem ezért tudtunk benn maradni, mert a játékosok azokban a pillanatokban nem remektek meg, hanem jó döntéseket hoztak, amelyek sorsdöntőek voltak, hiszen ilyenkor majdnem minden mérkőzés sorsdöntő. Elég, ha csak azt mondom, hogy a 15 mérkőzésből 11-et meg tudtunk nyerni, és mégis a hatodik helyig tudtunk fölmenni, tehát egy pont hiányzott a, ahhoz, hogy élbőben maradjunk, tehát ne játszunk osztályzót de ez is nehéz volt, és ez is bravúros volt, hogy az osztályzós helyig így el tudtunk jutni. Mi hozta egyébként tavasszal a sikereket? Tehát ilyenkor egy ilyen helyzetben, amikor van egy közvetlen cél, nagyon nagy szorításba, alulról kell följönni, akkor egyáltalán az ember gondolkodhat olyanon, hogy milyen jó lenne szép futballt játszani? Ez egy kettős kérdés, mert ilyenkor csak a célfutball az, ami először is meghatározhatja az embernek a napi céljait. Ugyanakkor el kell, hogy mondjam, hogy 40 gólt rúgtunk, tehát tavasszal 40 gólt zúgtunk, és itt még az osztályzót ebbe bele se számítom. Tehát a játékunk látványos is volt. Ugyanakkor az is összefügg, hogy ahhoz, hogy nyerjünk, nyilvánvaló, hogy be kell vállalni azt, hogy támadó játékba, nagyon aktívnak kell lenni. Uh -huh. Ö, könnyebb uh -huh. egyébként az MB2-ben edzősködni, mint az élvonalban? Abszolút nem. Én nagyon sokáig, évekig, vagy legalább 14-15 évig edzősködtem másodosztályban. Abszolút nem könnyebb. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy tehát itt is ugyanúgy felkészülnek az edzők a riválisokból, itt is lehet látni a ellenfelek edzőit, hogy eljönnek minket megnézni, tehát itt az edző kollégák is mindig törekednek a maximumra, tehát e, itt sem könnyebb. Azért Ő. egy kicsit más, nyilván Miben a hangulata. Más? Miben a hangulatában? E, igen, tehát azt azért én nem titkolom, hogy az olyan mérkőzések nagyon hiányoznak egy edzőnek, főleg aki már ezt megélte, hogy játszani egy Ferencváros ellen, egy Újpest ellen, egy Diósgyőr ellen, de sorolhatnám. Tehát azért azok más hangulatú mérkőzések. Ugyanakkor itt is, amiatt, hogy speciális volt a helyzet, hiszen csak az első nyolcnak volt esélye a bemaradásra, így azért a mérkőzések rendkívül kiélezettek voltak. Tehát langyos meccsről szó sem lehetett. E, ugye az osztályozó, amit aztán a hatodik helyig följött a csapat, jött az osztályozó, az teljesen egyértelmű volt. Azért szórta meg a szólnak annyira ezt a felső tárkány, mert azért ez valljuk meg egy jó vagy gyengébb csapat? E, Igazából az első mérkőzésen csak egy nóra tudtunk nyerni. De aztán jött egy tízes. Igen, utána jött egy tízes, és ez egy külön műfaj az osztályzó, azt tudni kell. Tehát el lehet rontani az egész évet, vagy az egész fél évet ebben az esetben. Említett uh, Sopronnak szegében igen, sikerült. Igen, igen, igen. És mi nagyon készültünk, tehát rendkívül koncentrálta játszottunk, és a végén, hogy szokták mondani, már minden sikerült, tehát minden bejött a mérkőzés végén. Nem tudom, hogy ennyivel jobbak vagyunk, -e, de ezen a mérkőzésen nem megbántva itt a felső tárkányiakat, de ezen a mérkőzésen ennyivel voltunk jobbak. ugye marad stábbal együtt, szólnak Igen. No, milyenek ott a körülmények? Javul, javuló félben vannak? Ugye a szolnok az elmúlt években liftezett. Számomra az nagyon fontos, hogy rendkívül jó edzés lehetőségek vannak. Tehát vannak építve új pályák, tehát nagyon jó körülmények között tudunk készülni. Nincsenek olyan problémáink, hogy most délelőtt hol legyen az edzés, mert esetleg egyik pálya használhatatlan. Uh -huh. Ez nagyon sokat jelentett most is, hogy olyan körülmények között tudtunk készülni, ami egy edző számára nagyon jó, mert más az edzés ritmusa. Teljesen más a játékosoknak az egy-két érintős játékuk, abban az esetben a jó talajon, a jó pályákon tudunk készülni. Tehát ebbe szólnak, mindenféleképpen előrelépett, sokkal jobbak a körülmények, mint akkor, amikor egy pár évvel ezelőtt ott voltam. Marad-e a csapat is? Mert hogy több meghatározó kölcsönjátékos van, őket sikerülhet-e megtartani? Igen, ez nagy kérdés, és itt szeretném elmondani, hogy nekünk most az első számú szempont az, hogy ezeket a fiúkat ott tudjuk tartani. És utána jön majd az, hogy kivel erősítsünk. Tehát felépült egy csapat, az most azért komoly problémát okozna, ha egy új csapatot kéne építeni. Mert van benne egy fél év munka, mezőkövesd mögött tavaszi másodikok lettünk, tehát erre már lehet alapozni, most viszont megint új csapatot építeni, az azért okozna gondot, főleg az, hogy a nyári felkészülési időszak az mindig rövidebb. Uh -huh. Most erősítést mindezek után azért terveznek, és mennyiben tudnak tervezni, és a legfontosabb, hogy jó szokása szerint megint csak magyarokkal? Igen, az első számú szempont az, hogy magyar játékosokkal szeretnénk megoldani a feladatot, és amellett, hogy szeretnénk együtt tartani a csapatot, három-négy meghatározó embert szeretnénk igazolni. Uh -huh. Mennyivel lesz nehezebb ebben az új egycsoportos MB2-ben jól szerepelni? Egyértelműen jóval erősebb lesz a csoport, tehát jóval nehezebb lesz szerepelni, ugyanakkor azért abba bízunk, hogy... Most tavasszal is a mi csoportunkban lévő riválisoknál azért jobban szerepeltünk. E, azt már most lehet valamilyen szinten látni, hogy ebben az új egycsoportos MB2-ben mely csapatok lehetnek a favoritok? Az Szer elején? Szerintem még erről most korai beszélni, mert mindenki erősít. Egy három-négy hét múlva szerintem már jobban lehet majd látni az erőviszonyokat, ki hogy tud erősíteni, ki hogy tudja megtartani azt a csapatát, ami nagyon jó szerepelt, tehát ezek döntő tényezők lesznek, most még szerintem mindenki nagyon bizakodva fognak indulni a bajnokságnak, e, azt viszont én garantálom, hogy szinte minden mérkőzés három esélyes lesz, tehát rendkívül kiegyensúlyozott bajnokság elé nézünk. Hát így legyen, az utolsó kérdésem pedig az, hogy ebben a kiegyensúlyozottnak tetsző bajnokságban mi lehet a szolnok célja? E, mert már van-e olyan elvárás, ami az nb es hagyományok utóbbi évek hagyományának visszahozatalát jelenti? Jelenleg inkább az, hogy stabilizáljuk majd ebben egy egycsoportos másodosztályba, az élcsoportba a helyünket. Tehát a hivatalos célkitűzés az, hogy az első nyolcba szeretnénk végezni. Na jó, hogy elől nem ugranál el azért az Persze, persze de a sok a sok belefér. Hát akkor jó felkészülést, mert nem lesz hosszú, meg intenzív munkát. Köszönöm szépen, Mester, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm. a érdeklődést. Köszönöm.